Sziasztok! Ebben a videóban B55-ös, azaz sima vehélisztből készítek kovászt. Bármi kérdésed lesz, tedd fel és szívesen válaszolok. Folyamatosan jelentkezem majd kovászolással foglalkozó videókkal, kövess, így nem fogsz lemaradni. Nálam 20 fok alatti hőmérséklet van a házban, és a kovászt is így készítettem. Nem melengedtem, nem takargattam. Ha nálad melegebb van, akkor gyorsabban fog majd nőni a kovászod. 20 g lisztet és 20 g vizet összekeverek. Egy 3 deszit befőttes üvegbe teszem, majd ráhelyezem az üveg tetejét. Második nap. A kovászomban apró buborékok jelentek már meg. Kovászból nem veszek ki, hanem csak hozzáadok. Nekem az a tapasztalatom, hogyha az első pár napban csak hozzáadok a kovászhoz, sokkal könnyebben lehet hideg hőmérsékleten jó erős kovászt nevelni. Tehát hozzáadok most 20 g lisztet és 20 g vizet. Egy elég híg állagú lett a kovászom, az azért van, mert nem kenyérlisztet, hanem sima lisztet használtam. Tehát összekeverem, majd ráteszem az üveg kupakját. Harmadik nap. A kovászban egyre több a buborék, és kicsit folyékony is már. Az illata már nem édeskés, hanem kicsit savanykássá változott. Hozzáadok 20 g lisztet és 20 g vizet. Vizet érdemes ásványvizet vagy szűrt vizet használni, azonban ha nem túl klóros a víz nálatok, akkor nyugodtan azt is használhatod. Ne legyen túl steril, fertőtlenített a környezet, ahol a kovász készül, mert az hátráltathatja a fejlődését. Összekeverem, kicsit lenyomkodom, megjelölöm, és ráteszem az üveg tetejét. Negyedik nap. A kovász szép buborékos és már nőtt is. Most kiveszek a kovászból 20 g-ot, ehhez hozzáadok 50 g lisztet és 30 g vizet. Összekeverem, majd üvegbe teszem. Kovászparadékot elhasználhatod bármihez, amiben liszt van, hogy a hűtőben gyűjtheted, és később valamire majd felhasználod. Ez egy keményebb állagú kovász, amit villával könnyen fel tudok emelni. Az üvegen megjelölöm a kovász szintjét, befőttes gumit is használhatsz. Ötödik nap. Hogy látjátok, a kovászhoz most már nagyon szépen nőtt, egyre több a buborék benne, az illata az kellemes, nagyon jó állaga van, tehát ez már egy keményebb állagú kovász. Tehát most kiveszek a kovászból 20 g-ot, ehhez hozzáadok 50 g lisztet és 30 g vizet. Összekeverem, és hogy látjátok, elég kemény a kovásznak az állaga. Üvegbe teszem, és ráteszem az üveg tetejét. Megjelölöm filccel vagy befőttes gumival. Hatodik nap. A kovászom sokat nőtt, a tetején sok nagy buborék van. Kétféle kovász etetési módot mutatok most be, azt is látni fogjátok majd, hogy melyik módszerrel mennyit nő a kovász, és mennyi idő alatt esik össze. Az egyes számú üvegbe teszek 20 g kovászt, 20 g lisztet és 20 g vizet. Összekeverem. A kettes számú üvegbe teszek 20 g kovászt, 30 g vizet és 40 g lisztet. Ez egy keményebb redetett kovász, és ahogy látjátok, a kovász mennyiségéhez képest kétszer annyi liszt kerül bele. 8 óra múlva majd ránézek. Tehát eltelt a 8 óra, az egyes üvegben lévő kovász duplájára nőtt, míg a másik üvegben, tehát a kettes üvegben lévő, pedig 2,5-szeresére. Nagyon sokféleképpen lehet amúgy etetni a kovászt. Én általában azt a módszert alkalmazom, hogy a kettes üvegben lévő kovászomat etettem. Most megint várok 8 órát, és megmutatom, hogy mennyire esnek össze a kovászok. 8 óra elteltével az egyes üvegben lévő kovász nagyon összeesett, a kettes üvegben lévő azonban még elég jól tartja magát.